Egyszer volt, hol nem volt. Akár így is kezdődhetne ez az összeállítás, hiszen a legtöbb mesekezdő mondata ez, és így indítottak azok az első osztályos kisdiákok is, akik a Tamási Művelődési Ház kistérségi mesemondó versenyére érkeztek. A zsűri számos dologra figyelt az előadások alkalmával, tudtuk meg az elnöktől. Ezért az elsősöknél, másodikosoknál úgy gondolom, hogy az, hogy nagyon szigorúan vesszük, az nem biztos, hogy helytálló, de előtte a kollégáimmal már egyeztettünk, hogy milyen szempontok alapján fogjuk a gyerekeket értékelni. Először is az egyik ilyen szempont a meseválasztás, tehát a gyerekek életkorának megfelelően ne legyen túl rövid, ne legyen túl hosszú. Aztán nagyon fontos az érthető beszéd, az artikuláció, a pontos szövegértés, és mi nagyon örültünk volna, illetve néhány versenyzőnél vettük csak észre, hogy a gesztikulációk, tehát amit a kezükkel vagy a testükkel tesznek, illetve a szemükkel, ahogy követik a mesének a lényegét, hogy az sikerült-e vagy kevésbé. Hát nagyon sok egyéb szempont volt, de a legfontosabb mindig az érthető beszéd, hiszen most figyelembe kellett azt is vennünk, hogy talán nagy nyilvánosság előtt most szerepeltek először ezek a pici gyerekek, és azért az nagyon nem mindegy, hogy ilyen nagy létszámú közönség előtt megmerjenek szólalni. Az elején talán látható is volt, hogy sokkal halkabban mondtak mesét, kevésbé voltak bátrak. A vége fele az utolsó versenyzőknél már az érthető beszéd, a hangos beszéd, az már inkább jellemző volt. Ami tetszik a kisdiákoknak, az szívesen, örömmel mesélik. Mese választáskor egy egyszerű aranyszabályt kell csak betartani. Érti, éli, meséli. A zsűri sem gondolja ezt másként. Nem mindegy, hogy kislány vagy kisfiú mond mesét, és látszottak itt a versenyzőkön, hogy némelyiknek olyan huncut volt a szeme, ahogy mesélt. Ő neki inkább talán a viccesebb mesék voltak, a testhez állók, és azoknál a gyerekeknél, akik komolyabban álltak ki, őnáluk meg talán a komolyabb mesék illettek az egyéniségükhöz jobban. A háromtagú zsűrinek nem volt egyszerű feladata, mert sok volt a vállalkozó szellemű első osztályos, aki szívesen tanult meg egy mesét, hogy aztán azt előadja, lehetőleg úgy, hogy őt ítéljék a legjobbnak. Nem lesz könnyű, megpróbáltam én is rövid, néhány szavas véleményt írni azért, hogy a végén majd sikerüljön egy sorrendet felállítani. Aztán pontoztam is, úgy beszéltük meg, hogy 1-től 10-ig adunk pontot, de hát nagyon sok olyan versenyző volt, aki 7-8-9 pontot kapott. Aztán meglátjuk most, hogy a zsűritársaim hogy látták a versenyzőket, én hogy láttam, és egy nagyon nehéz küzdelemben megpróbáljuk a végleges sorrendet kialakítani. A meseválasztásban nem volt kikötés, a legfontosabb, hogy a választott történetet a hallgató közösség örömére és a saját örömükre meséljék a nebulók. Kiírásban csak az szerepelt, hogy mesét kellett mondani, és mindenki maga dönthette el, illetve gondolom, hogy a tanítónénik irányításával, hogy egy rövidebb, hosszabb mesét, egy komolyabb vagy viccesebb mesét mondjanak, illetve a meseválasztásnál, hogy melyik illik jobban az egyéniségükhöz. Fanni egy népmesével készült a zsűrinek és a hallgatóságnak egy házi kedvencről, aki rossora elől menekülve világgá ment. Megtudtuk tőle, hogy ő maga is szereti a cicákat, és nagy közönség előtt sem először szerepelt. Hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvar talált egy nagy vörös répát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, a szekér elé fogta, s úgy ment bújdosóba. Tanár néni mondta, hogy azért választott engem, mert már voltam az iskolában volt már a szavaló verseny, és azért mondta, hogy én azért már tudom, hogy milyen úgy. Nem annyira izgultam, de a Benedek elek a bújdosó macska, és jó volt, sokat gyakoroltunk otthon. A mesemondó versenyre több olyan diák is érkezett, akik számára ez volt az első megmérettetés, hogy nagyobb közönség előtt adjanak számot arról, amit olyan lelkesen tanultak már hetek óta, azaz a kiválasztott meséről. Ez az első, ahogy így emberek előtt kiálltam.
A Tamási Művelődési Központ szervezésében megrendezett mesemondó verseny izgulással, nevetéssel és egy-egy előadás után nagy tapssal, jó hangulatban telt idén.